Katalóban szó egy újabb áttörést érünk el a mai nap folyamán, és én meg szeretném köszönni Borán Bászics úrnak, a József Autónk tartomány biztosítási alapjának, igazgatójának azt, hogy aláírjuk a második szerződést a biztosítási alap, a tartomány biztosítási alappal, hiszen már előzőleg aláírtuk egy szerződést, amelyen a mezőgazdasági dolgozóknak, vállalkozóknak biztosítunk sokkal jobb feltételekkel kölcsön a lehetőséget. Akkor már beszéltünk el, hogy igazából az igazi áttörés az alapvetés időszakban akkor történhetne meg, ha sikerülne a kis és a középvállalkozóknak is, illetve azt mondom, hogy azoknak a kisvállalkozóknak, igazából pár dolgozót foglalkoznak, vagy esetleg családi vállalkozókról van szó, ugyanilyen feltételek, egy olyan jó feltételekkel kölcsönöket biztosítani, tehát vállalkozáshoz alapnőkét biztosítani. A mai nap folyamán írjuk alá ezt a szerződést, és megteremtődtek a feltételeket, amelyeket a tartomány biztosítási alap is megteljesítenie kellett. Egy 10 millió dináros első, azt mondom, hogy pályázati kiírásról megtörténő napokban az önkormányzat részéről. Ezt majd az igazgató is elmondta, azt jelenti, hogy körülbelül a kis és középvállalkozóink ahelyett, hogy 6-7%-os kamat kulcsal vagy kamat százalékokkal tudnának a üzleti bankoktól kölcsönöket felvenni. Itt nem egész 2%-os kamat terheléssel tudják felvenni részben a kölcsönöket, ez az önkormányzat, illetve a garancia alap mögöttük áll. És ez azt jelenti, hogy sokkal jobb feltételekkel tudnak tőkéhez, illetve azt mondom, forró tőkéhez jutni, beruházási tőkéhez jutni. Ez azt gondolom, hogy az első lépés. Ezekben a folyamatokban is egy nagyon-nagyon fontos lépés. A következő lépés az önkormányzat, amiről nem beszéltem, az az, hogy ugye meghoztuk tényleg a döntés, és az önkormányzat döntés volt az Orka komplexumának a megvásárlásáról, ami azt jelenti, hogy valószínűleg az elkövetkező hét napon belül ki is fizessük, megkössük a szerződést, utána ki is fizessük az első részét az adásvételi árnak, és mondom, hogy egy héten belül birtokunk is ingatlan. Ez egy 22 hektáros komplexum másról lépésre valószínű, hogy az elkövetkező időszakban még egy 8 hektáros komplexumot hozzávásárolni, tehát így rendezik a tulajdonképpen viszonyokat. És azt mondom, hogy pedig meg fog indulni a következő lépés, amikor nagyon jó feltételekkel, kiemelten jó feltételekkel földterületeket is biztosítunk a mi kis és középvállalkozóknak, a műhelyeket, a kisebb üzemeket tudnak majd felépíteni, ahol igazából kialakítjuk azt a vállalkozói réteget, amely hiányzik Szabadkának, és elsősorban azt a vállalkozói réteget, amely be fog dolgozni a nagyvállalatoknak. Ezek az elképzeléseink vannak, ez egy nagyon ambiciózus elképzelés. Azt gondolom, hogy elsőként vagyunk újra egész ország területen, hogy vele kezdtünk. Egy kicsit azt mondom, hogy pionírok is leszünk ebben az egész vállalkozásban, de azt gondolom, hogy ez egy olyan vállalkozás, amely komoly perspektívát mutat.